10 óra 15-től hallgassátok a Pátria Rádiót, édesanyám, József, és jó magam hallhatóak leszünk. Jó reggelt, jó napot, jó estét, ki mikor nézi. És üdvözlök sok szeretettel mindenkit, ez a negyedik vlog. A Pátria Rádióban vagyunk, anyu, József és én, mi hárman. Meg lettünk hívva egy beszélgetésre, és ezt fogom most nektek bemutatni ebben a videóban. A József az mellettem, tehát velem párhuzamosan fog videókat csinálni a telefonjával, tehát úgy két szögből fogjátok látni az egész dolgot. Sziasztok! Kristóf azt mondta, hogy én is próbáljam ki ezt a vlogolósdét, úgyhogy most azt mondta, hogy én is mondjak valamit, úgyhogy hát így röviden a program az, hogy most lemegyünk a stúdióba, megcsináljuk a beszélgetést, hallgassátok, aztán megyünk fogorvoshoz, ez nem érdekes, ez nem jó, és aztán pedig megyünk délután tigriseket nézni, az viszont jó lesz. Első alkalom, nem is az első alkalom, de most az első alkalom, hogy el kell jönnöm anélkül. Fönt hagytam a 7-en a maszkomat, úgyhogy megoldjuk. Elintéztem a reggelemet annyival, hogy letusoltam, ittam egy korty kofolát, viszont a reggeli az elmaradt természetesen. Oké. Úgyhogy itt a reggeli. Ez volt a Vaka Vaka, Shakira dala, és egész jó kedv kerekedett itt a stúdióban, megérkezett az Ürge family, az Ürge család, és hát most egy picit akkor komolyabbra fordítjuk a szót, mert ezzel az idézettel, egy Paulo Coelho idézettel kezdeném, szintén a barátságról szól, mert hogy ma van a barátság világnapja. Összebarátkozni 100 emberrel nem nagy csoda. A csoda olyan barátot találni, aki mellettünk áll akkor is, amikor 100-an vannak ellenünk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban Ürge Kristóf egyetemi hallgatót. Szia, szép Kristóf! Szép napot kívánok mindenkinek! Itt van öccse Ürge József Jakab, aki a Pannonhalmi Bencés gimnázium diákja. Szia, József! Csókom! És hát az igazat megvalva az én unszolásomra elkísérte őket édesanyjuk, Ürge Judit, aki nem csak anya, hanem pedagógus is, így a fiatalok közti barátság témában bizony nagyon is otthon van. Szia, Judit, és boldog névnapot! Köszönöm szépen, és üdvözlöm a nappali hallgatóit! Sok barátot hagytatok itt, amikor oda mentetek egy másik iskolába? Ugyan én kiártam a 9 évet, és nagyon örülök, hogy azt az utolsó évet még együtt töltöttük az osztállyal, mert
Én úgy vettem észre, hogy az az utolsó év volt a legszebb évünk közösen, és ha nem is az egész osztályal, de azokkal, akikkel már ott mély barátságot kötöttünk, azokkal továbbra is tartom a kapcsolatot, és igyekszünk jó kapcsolatban maradni. Hát igen, ezt nagyban megkönnyíti a közösségi háló, amelyről majd beszélünk később, de most Judit asszonynak adom át a szót. Milyen volt így ez az elszakadás, megélni azt, hogy először elment Kristóf, jó, akkor még József otthon marad, de most már egyik gyermeket sincs otthon. Én azt hiszem, hogy az első gyerek elengedése nehezebb volt. És nem is az a pillanat, amikor elindult az autó nélküle visszafelé Pannonhalmáról, mert akkor, ahogy visszanéztem, és láttam a ugye Bencés főapátság hatalmas nagy kapujában állni és integetni a gyermekemet, tudtam, hogy jó helyen hagyom őt, de azért ott van, hogy ott hagytam. Nem járműmérnöki szakon vagyok, egyébként ezen a karon van a járműmérnöki szak is, ami hát ugye az én szempontomból az autótervezés lett volna az, ami fontos. Nem az a típusú ember vagyok, aki meg tud ülni a fenekén, már bocsánat a kifejezésért, hanem nekem mozognom kell, nekem szervezkednem kell. Én ez a típusú ember vagyok. És lehetséges, hogy rosszul fogalmaztad meg a tervedet, hogy te nem is autótervező, hanem inkább autóversenyző szerettél volna lenni. Az is lehetett volna egyébként, mert azt mondják, hogy jól vezetek, apu egy nagyon-nagyon jó sofőr, és az ő szavára nagyon adok, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon megbízik bennem, amikor vezetek. Ilyen is volt tervben, csak azt már nagyon kiskorom óta kellett volna felépíteni folyamatosan. Én kicsit féltem az elején, hogy nem biztos, hogy bírni fogom én ezt a kötöttséget, ezt a rendet, ami ott van, hogy óráról órára, percről percre megvan, hogy mit kell csinálni. És megszoktam, hogy 4-kor beülünk erre a stúdiumra a tanuló időre, és 3 órán keresztül ott kell ülnünk, és tanulnunk kell. És ezért lehet azt mondani, hogy nehéz ez a gimnázium, vagy nem nehéz. Tehát aki nem bírja ezt a kötöttséget, hogy van egy rend, amit követni kell, akkor annak nehéz lehet. Viszont aki könnyen alkalmazkodik, és megszokja, és bírja ezt a tempót, ami ott van, annak könnyebb. Ez a természetes dolog, hogy a testvérek egymás legjobb barátai is, amellett, hogy ők testvérek. De azért azt hozzátenném, és szerintem ebben József is beleegyezik, hogy az, hogy nincs veszekedés, az sem igaz. Tehát sokszor van olyan, hogy veszekedünk. Kiskorunkban rengeteget verekedtünk. Sokszor úgy kellett minket szétszedni, persze nem olyan erőteljes és komoly verekedésről van szó. Azt hiszem, hogy kellő mennyiségben kellett őket szétválasztani a szőnyegről, ahogy dögönyözték egymást, de én azt hiszem, hogy nincs az a fiú páros egy családban, ahol ez nem fordul elő. De én is úgy érzem, hogy nagyon mély az a kapcsolat, és az ugye anyaként természetes dolog, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, hogy ennyire jó a kapcsolatuk, és tényleg, ahogy József mondta, hogy számíthatnak egymásra bármikor, bármiben. Na, nemrég jöttünk ki a stúdióból, végeztünk az egész beszélgetéssel. Szerintem mindhárban elmondhatjuk, hogy nagyon jó volt, és élveztük, és buli volt az egész. Nagyon jó volt a téma, a kérdések is olyanok voltak, hogy wow. Úgyhogy az egész barátság dolog, én ugyan magam a barátság világnapja, úgyhogy most mondom mindenkinek, barátoknak, hogy mondjátok meg egymásnak, köszönjétek meg, hogy ott vagytok egymásnak, és szeressétek egymást.